Indul. Oké. Oké. Hare Krishna. Kezdjünk egy témát. Boldog élet törvényeikről fogunk beszélni. És ez egy téma, amit gyakorlatilag meg is nézzünk, hogy miről szól. Ez a három kötőerő, ami miatt nem működik az élet, hogyha valaki nem tudja, hogy működik, és olyan finom energiák, ami nem nyilvánvaló az embereknek, nem is elképzelése sincs. És ez egy bizonyíték még arra, hogy egy ember nem tud rájönni magáról, hogy hogy lehet boldog. Itt most próbálnak, kutató, tudomány, mindent csinálnak, de nincsen esély kitalálni, mert sok tudást hallani kell a hiteles forrásokból. Lehet, hogy rájönnének, de egy pár millió év után, amikor már vége a bulinak. Oké, akkor a miről fogunk ma beszélni, mik a terveink. A terv az, hogy megnézzünk, mit jelent a gyáram kötőerő, vagy a kötőerő, mit jelent. Erő, amelyik megköt. Megtanuljunk, hogy hogyan működnek. Ez is nagyon fontos dolog. Hogyan kötnek meg az embert? Hogyan befolyásolnak a tudatot? Vagy gusba kötnek embert? Hogyan lehet megszabadulni kötőröktől? Ezt is megbeszélünk. Ez is nem nyilvánvaló, hogy kell. Csak úgy ember ezt nem fog tudni erről beszélni, hogy ezt megoldani. Ezért a törvényeket fontos ismerni. Valaki akar boldog lenni, hogyha nem ismeri, akkor csak az egész élet, ez ilyen vak tapintásra élünk. Hát, ha épp boldog leszek. Szóval semmi garancia nincsen. Oké. És Bhagavad Gita-ban lehet erről olvasni majd, hogyha valaki lesz kíváncsi, 14. fejezetben Krishna ezeket elmesél, és akkor az alapján fogunk menni, és akkor az egy kicsit bontani fogunk. Edina, akkor olvasd fel. Istenség legfelsőbb személyiségeit szól. Ismét kinyilvánítom neked ezt a legfelsőbb bölcsességet, a legmagasztosabb tudományt, melyet megismerve a bölcsek minden érték a legmagasabb rendű tökéletességet. Annyira fontos ez a tudás, hogy ez olyan, mint az ABC. És ez már össze van kötve, a kötőerők a karmával, mindennel, minden átható, mindjárt fogunk látni. Következőt még olvas fel. Az anyagi természet három kötőerőből áll, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőereiből. Ó, erős karú Arjuna, amint az élőlény kapcsolatba kerül az anyagi természettel, a kötőerő felül kerekednek rajta. Szóval ezek amikor a lélek kerül anyagi energiával kapcsolatban, abban a pillanatban kötőerők hatás alá fog kerülni. Szóval ebben a világban mindenki kontrollálva van. Vannak, ami nagyon vicces, amikor többet nem leszünk rabok, menjünk, forradalom, tüntetünk. De nem tudják, hogy amúgy rabok. Három kötőrőből kiszabadulni tudás és lelki gyakorlatok nélkül lehetetlen. Szóval itt minden ítélve van, a kötőerők hatás alá maradni. Jó, mindjárt elindulunk, beszéljünk egy kicsit pár szót arról, hogy a kötőerők minden átható.
Szóval mindenhol jelen vannak a kötőerők. Ez egy alap. Tevékenységek, az ennivalót, akkor a helyszínek, tudatot, mindent, minden áthatnak, minden kötőerőből van, és ők létrehoznak a változatosság, mert kötőerőknek van keveredései arányába, ezért ilyen színes kép, ha látjuk ilyen változatosság mintázatba, színekbe, gyakorlatilag a színeket is kötőerők hoznak létre. Létezik ugye három kötőerő, és az a három kötőerő kezd keveredni, és így egyik a tudatlanság általában kék szín, piros a szenvedély, és sárga a jóság. És ezeknek a keveredésére történik minden. Létezik 8 millió 400 ezer életfajta, életforma, ez minden kötőerőknek a kombináció. Semmi más nincs oka. Hogyha mi megnézünk az állatokat, ez a sok-sok végtelenségig változatosság, ez kötőerőknek a kombináció ebbe a világba. Mint hogyha mi hogyan kinézünk veletek, ez kötőerőknek a kombinációja igazából. A tudat, ugye, majd beszélni fogunk a tudat, hogy működik, amikor valamilyen kötőerő hatás alatt van, ez mind-mind meg fogunk beszélni. És mivel ez egy erős energia, akkor főleg tudatra van hatása. Akkor milyen hatása van a tudatra? Amikor ember egy kötőerővel kapcsolatba lép, akkor ezek a kötőerők lehúzzák embernek a tudatot alacsonyabb rendre. Ilyen drasztikus példa, alkohol, kábítószer. Mikor valaki mondjuk iszik egy alkoholt, az egy tudatlanság kötőerő, és akkor ivott, a tudat már nem tud rendesen gondolkodni, ugye? Nem tud jó zónon gondolkodni. Szóval így lehúzzák a kötőerők. Ugyanúgy, hogyha valaki társul olyan személyekkel, nem tudom én, negatív személyekkel, akik, vagy mondjuk azokkal, akik testtudatúak, ez is egy kötőerő, testtudat, mondjuk élvezni, 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 élvezni. Ez a szenvedély kötőerő, akkor ez a társulás, ez lehúzott az embernek a tudatot kötőerővel. Utána lefednek. És lefedi a tudatot, ez azt jelenti, hogy nem is tudom róla, inkább azt gondolom, hogy minden rendben van. Ugye sokszor, amikor ember kötőerő hatás alatt van, ő azt gondol minden ok. Ez így jó. Én így jó vagyok. Én egy legokosabb vagyok, legszebb vagyok, leg. És így jó megy az élet, ahogy megy. Szóval amikor így le van fedve a tudat. Nincs kérdés a kötőerők hatás alatt, embernek nincs kérdés, hogy kell-e valamit tanulni, máshogyan kell-e csinálni. Az csak így, és akkor ilyen végtelenség küzdelembe fog menni, mert mindig problémával, mert nem működik az élet, ez garancia boldogtalanság, stressz, problémák, mindenféle dolgok jönnek, és mivel le van fedve, akkor csak ugyanúgy küzd, ugyanazt csinálja újra, ami ugyanazt az eredményt fog eredményezni, nincsen megoldás. Szóval ez a, és hát nézzük meg, menjünk ki az utcára. Ez van. És le vannak fedve, nem tudják, hogy valamint más kell. Így kell csinálni, ez az én családom, a Lidl-be kell vásárolni, az Auchan-ból kell vásárolni, a munkakén kell dolgozni, és a ravatalozóból kell feküdni. Sikeresen. Na, ez ami sikerülni fog. És a tudatunk olyan, mint a kristály. Hogyha mi ugye kristályt fogunk, maga a kristály szép, tiszta, átlátszó. De amikor a színekhez hozunk közel, akkor a kristály átveszi a színet. A tudatunk ugyanúgy, habár ő tiszta, de amikor
milyen kötőerővel társulunk, azt a kötőerőt át fogja venni a tudatunk. Mint itt a videóban lehet látni, kameleon hogy működik. Meg kell nyomnom még egyszer, hogy működjön a kameleon. Nézzétek, hogy hogyan változik. Ugyanez történik. Az volt mondjuk tudatlanság kötőerő, vagy az volt a szenvedély, most jön a tudatlanság. És akkor így szépen, szépen, egy kis idő kell, átvette. Akkor vissza a szenvedélybe, a pirosba. És még segítenek, nekünk is mindig itt segítenek a reklámok, a videók, így alánk raknak, hogy társuljál ezzel a kötőrővel, mint a kameleonnak. Ő nem is tesz erőfeszítést, látjátok? Nekünk se kell annyira erőfeszítést, de hogyha kimászunk, ott már kell erőfeszítés. Miért? Mert mindig alánk raknak a dolgokat. Szóval így, és akkor, na most milyen színű lesz, nézzünk csak. Hopp, és fekete lesz. Ez igen. Így működik a tudat. Még egyet változtassunk. És keverés, kevert lesz. Mindjárt ráraknak, szerint, aláraknak többet. Így, és akkor így kevert lesz ő is. Mi a tudatunknak is van kevert kötőerők. Na, nagyon jó. Lehet látni. Oké. Okay. Rendben, mehetünk tovább. És akkor van összesen három kötőerő, amit beszéltünk, van ez a három szín. A sárga az a jóság, a szenvedély az a piros, és kék az a tudatlanság. Így ugye ábrázolnak. És utána, hogy jön a sokszorosság, végtelen változatosság, sokszoros, úgy jön, hogy ezek keverednek egymással, és utána, hogyha három keveredik hárommal, akkor már kilencféle változatosság lesz, kilenc szín, mondjuk kilenc. Akkor, hogyha ez a kilencet minden hárommal megint vegyítünk, akkor már 27. Hogyha azt a 27-et hárommal vegyítünk, akkor 81. Hogyha 81-et hárommal, akkor 243, és így végtelenségig. Ez a végtelenség, ez így jön. Ezt a 243 megint 3-ra, és akkor megint új kombináció, megint új kombináció, meg. És így van megkötve embernek a tudata. Ez a tudat annak a, vagy a kötőerőknek a hatása. És ahogy mondtam, minden át van hatva, az állatok is kötőerőkben vannak, akkor a növények, gyümölcsök, zöldségek, sokszor ki mi nem esznek fokhagymát, hagymát, olyan egészséges. Igen, egyetértünk, egészséges. De milyen kötőerőben van? Arról nem tudják az emberek, csak egészséges. De a kötőerő a fokhagymánál és hagymánál sokkal rosszabb hatása van, mint az, amit gyógyít. Jobban ront, mint gyógyít. Valakinek megjavul a vérnyomása, erősebb lesz a foga a fokhagymától, de a tudatlanság és a szenvedély miatt ő egy nagyon rossz karmát fog csinálni magának az ember. Szóval itt ez a fontos. És azokat is megbeszélünk egy kicsit, hogy most megbeszéljünk, hogy mik a kötőerők, mit jelent, hogy mondjuk a jóság, a szatva szanszkriton. Akkor Csaba, fel tudsz olvasni magyart? Ó, büntetlen, mivel tisztább a többinél a jóság kötőereje nagyobb, és megszabadítja az embert minden bűnös tett visszaadásától. Jóságban élőket a boldogság érzése és a tudat köti meg. Igen, ez a meghatározás Bhagavad Gita-ban,
És akkor fő tulajdonságokat megnézzünk. Az egyik legtisztább, ez egy nagyon kedvező kötőerő, akkor felvilágosodó. Ez azt jelenti, hogy a jóság kötőerő hatás alatt, hogyha van valaki, akkor tud lelki életet gyakorolni. Ez egy kedvező arra, hogy elkezdjen érteni. Miért? Mert a kötőerőknek ez a takarás, amit beszéltünk, hogy elefedi, letakarja, mint egy takaró. Avarana, szanszkritul, avarana shakti, ez egy energia, ami eltakarja. És ez azt jelenti, hogy a jóság legvékonyabb illuzorikus takaró, mert ez az illúzió, amivel letakarja az embert. A tudatlanság legvastagabb, legnagyobb illúziót csinál. Szenvedély kisebb, de az is átláthatatlan. De a jóság kötőerő, amelyik letakaró, vagy illúzió fedő fátyol, az átlátszó. Ezért az ember jóságból tud foglalkozni azokkal a témákkal, ami a közvetlen érzelmi felfogáson túl van. Beszélni a lélekről, Istenről, karmáról, és így tovább. Szóval ez a felvilágosodó, van lehetőség megkapni transzcendentális tudást. És ami nagyon kedvező, hogy tisztítja a karmát. Valaki jóságban van, él egész életet, vagy elkezd nagyon szépen gyakorolni a jóságot, akkor megtisztul a karmától, és meggyógyul minden betegségtől. Nem kell orvos. Oké. Akkor következő tulajdonsága a jóságnak, hogy egyetlen egy kötőerő, ami tényleg egy boldogság érzetet ad. Ebben ember tud tapasztalni boldogságot, és tudás. Szóval felvilágosodó, és akkor tudás, ez a lelki tudás, ami legfontosabb ember számára, amit tud eredményezni a kötőerő. Jóság, szatva guna. Guna ez a neve. Guna azt jelenti, hogy kötél. Aki még megköt. Jön a, és ez itt látjátok, sárgával van egy kicsit ábrázolva, következő lesz a rajas, mint a szenvedély, egy rája guna, akkor Benedeket megkérünk, hogy olvasson fel. Tudd meg, hogy a szenvedély minősége a vég nélküli vágyból és sovárdásból születik. Ezért az anyagi gyümölcsöző tettekhez köti a megtestesült élőjén. Ez a kötőerő hajt az embert. Nem engedi megállni, és átgondolni. Jó irányba megyek? Így kell élnem? Jó ez így? Nem, ez csak hajt, menj, most menj, végezz sulit, legyen szakmát, akkor menj pénz után, építs fel. Az most, hogy lesz-e ház vagy pénz, az nem garantált, de az, hogy ezt az illúziót csinálja, hogy akkor legyek én is, akkor nekem most van egy terveim, akkor most befejezem a szakmát, megyek, lesz nekem végzettségem, szakmám, csinálok pénzt, rendbe hozom az anyagi dolgaimat, és akkor boldog életet élek. Na ez az illúzió, amit csinál a szenvedélykötőrő. Ez a vágy, sóvárgás. És ez a vágy által hajtja, hogy van egy vágy, hogy anyagi valamilyen sikereket, egzisztenciákat, és akkor tovább-tovább próbálok elérni. Úgy hajtja az embert, hogy, ahogy mondtam, nem tud megállni, és átgondolni az életét, hanem csak megy, megy, megy. És ezért egy ilyen szomjúságot ébresz az élvezet után. Szóval ez pont, ez egy ilyen nagyon, hát ez a sóvárgás vágy, ez a szomjúság, ez is egy fokozat a vágynak, amikor már annyira benne vagyok. Szóval ez a szenvedély kötőerő. És ragaszkodás a gyümölcsöző tettekhez való. Nagyon akarok, hát amit elérem, ez az enyém,
az nekem való, ezt most elértem, ezt nem adok senkinek. Van még egy pár fontos, nagyobb probléma, ami szenvedélykötörő okoz, ez kegyetlenséget, és a szenvedély által emberben együttérzés kikapcsol. Szóval nem vagyok érzékeny másokra, miért? Mert én nekem kell menni, vágyok a teljesíteni ezzelrel, és hogy most akkor közben valakit ott le kell könyökölnöm, vagy intrigát ellene csinálni, mert egy kicsit konkurenciós valaki, akkor lebombázom az országát, hogy az én bizniszem menjen. Ez a szenvedélykötőerő. A háború, ami van, ez a szenvedélykötőerő. És a világban most annyira szenvedély alatt van, hogy eléggé forróbb a helyzet. Eléggé veszélyesebb, most nagyon kicsit feszült helyzet, és napról napra feszül a helyzet a világban. Hát nézzétek, hogy valaki tervezi anyagi eredményeket, hogy fog-e, lesz-e idő. Érdemes ezzel foglalkozni, nem lehet tudni, mi lesz, meddig lesz, bármilyen pillanatban bármi kirobban. Ezért jó lenne átgondolni. Ez most nem ijeszgetek, hanem ezek a tények, sajnos. Senki nem akarja, de a tény az eléggé rossz. Na ez a szenvedély. A húsevés szenvedély. Ez az érzékenytelenség, kegyetlenség, hogy én eszek, és most meg kellett ölni egy állatot, nem is érzem semmi. Emberek mondanak, én nem értem, miért nem lehet enni húst. Hát nagyon sajnálatos, aki így kérdezi, hogy a szenvedély megölte benne ezt az együttérzést, hogy egy állat, hát valaki élt, ő egy él. Lehet mondani, figyelj, most akkor téged, én most jól lakok, én emberről vagyok, gyere, most leszorlak, megeszlek. Nem tudom, miért baj. Jaj, te nem érzel, hogy én meg kell, hogy halljak? Hát én érzem, de te nem érzel az állattal ugyanazt. Te akarsz, hogy veled ezt érezzünk, de sajnos a szenvedélykötőerő hatására te nem tudsz érezni mások irányt. Igen, ezért a szenvedély nagyon-nagyon a rossz dolgokat eredményez, ami történik az életében. Nincs barátság, nincs bizalom, kihasználás, lehetetlen adóságok, vagy adórendszer, hogy nem tudsz rendesen élni életet, minden irányába megfojtja az embert a szenvedély. És közben a többiek lovagolnak az életet, azt gondolják, hogy pont, mert ez a lefedettség ez ott van, és gondolj, ebből akkor most ezt a biznisz nem sikerül, akkor most ezt, vagy meg azt, vagy meg így, vagy úgy. De nincsen megoldás, zsákutc az egész. Magyarán mondja a kötőerő. És a legfinomabb, édesebb ez a tudatlanság. A tamasz, akkor Brigi fel tudsz olvasni? Ez még egy nagyobb fokozat, a tudatlanság, amikor ember belekerül egy ilyen kötőerő hatására, vagy hatás alá, akkor legnagyobb illúzió, nagyon mély illúzió, nagyon erős, akkor alvás, igen, a tudat is alszik, ember is alszik. Tunyasság az mit jelent? Magyarul? Lustaság, nagyon jó. Igen, lustaság, nincsen semmi vágy, nincsen semmi terv, nincsen semmi cél. A tudatlanság példát el tudok mondani nektek, én láttam ezeket, gondolom ti is találkoztatok, fogjunk egy ilyen fiatal példát. Egy ilyen számítógép játékfüggő be van zárkozva a szobájába,
Be van sütítetve minden, nincsen szellőztetve, ott olyan már nem friss levegő, hogy baltát lehet akasztani a levegőre, olyan sűrű, akkor játszik egész éjszaka, ugye nem tudom, hánykor szoktatok kezdeni játszani, ki játszik. Mondjuk este 10-kor, és akkor 6-ig kb. Én tudom, hogy van, amikor 6-kor fekszenek. A tudatlanság miatt nagyon negatív lesz, összeveszi mindenkivel, se engem nem, mindenkitől elvár, hogy körülöttem forogjanak, és nem forognak körülöttem, akkor minden családtagokkal, rokonokkal csak veszekszik. Velem senki nem foglalkozik, engem nem szeret senki, és akkor rögtön semmiből elkezd ott konfliktust, becsapja az ajtót, bemegy vissza a szobába, nappal alszik, éjszaka játszik, és függő, nem tud kilépni. És hogyha még egy kis alkoholt hozzá társadja, akkor ez az illúzió tökéletes lesz, vagy egy kis ilyen kis cigarettát, vagy füvet, az még jobb. Ezért, és mondja, hogy ez a tudatlanság kötőerő a tudatlanságból jön létre. Eléggé sűrű illúziót ez a lefedettség hoz létre, őrületet, az ember már nagyon őrült lesz, és ez az alvás, hogy ember alszik. Oké. Na most egy kicsit, most átnéztünk három kötőerőnek ilyen távoli madár távolatról a természetét. Nézzük meg, hogy hogyan kötnek meg. Most fogunk erről beszélni. Sokan, ja, azt mondják, hát krisnások, nektek ezt nem lehet, azt nem lehet, azt nem szabad. Az én gyermekem hadd csináljon, amit akar. Csak ő nem tudja, hogy amit akar, az nincs. Ez a három kötőerő irányítják. Amikor valaki azt gondolja, hogy én most itt szabad, és én döntöm, hogy mit csinálok, nem te döntesz. Ne aggódjál. A három kötőerő téged, mint a bábot, mozdítják a tudatot. A vágyak az a három kötőerő, a szabad akarat az a három kötőerő, minden. És az, aki nem csinál, na, ő kontrollálja a három kötőerőt. Szóval ezért Prabhupát azt mondta, a Krishna tudatnak a szabályzó elvek, ez a szabadságnak az elvei. Aki kontrollálja, aki követi szabályzó elveket, akkor ő nem engedi kötőerőknek kontrollálni. Szóval ez a tudomány gyakorlatilag egyik legfontosabb. Jó. És kevésbé többi, például a jóságban embernek tényleg kicsit több szabad akarata van, kevésbé kötött. Még mindig kötött, mert jóság, még mindig kötőerő. Szenvedében eléggé jó erősen, de tudatlanság, tamaguna, nagyon megköti az embernek a tudatot, nagyon erősen. Szinte kontrollálatlan. Végtelenségi kontrollálatlan. Oké. És ennek van eredménye, ahogy beszéltünk az elején, a karma törvény teljesen kapcsolatban van az emberrel. És akkor nézzük meg. Ez is nagyon jó kis kép, hogy kötőerők, amilyen kötőerőbe vagyunk, akkor a következő test most van alakítva. Lehet látni, hogy miért, mert a tettek kötőerőbe van. Ugyan a tett, a beszélgetés, akkor mi van még benne? Hogyan például gyógyítás is van. Tudatlanságban gyógyítás van, szenvedélyben gyógyítás van, jóságban.
Jó, most mi nem tudjunk mondjuk az összes tudatlanságos gyógyítás megmenekülni, mert amikor valakinek kell sugárzás, ez egy tudatlanság, mert az öli meg rögtön az egész embert, de nem, nincs módszer a rák ellen, és ilyenkor akkor minden például a gyógyítás, ami testbe való, belevaló avatkozással jár, az is nem jóságos. Az meg úgy is mondják, hogy az rakshasziskos, démonikus módszerek ezek például, hogyha műtétek. De most sajnos ebben a korszakban nem tudjuk megmenekülni sokszor a műtét, és muszáj. Vagy például az injekció. A gyógyszerek, a jóságba beszedés, még már maga a gyógyszer, meg összetevő. Mert most én módszert csak beszélek. Most nem megyünk a gyógyszerbe majd, mert most nem a ajurvéda klasszunk van. A végén legyenek, jegyezd meg a kérdést, jó? Mert akkor én így viszem a gondolatomat, hogy ne tévedjünk el. Akkor az injekció az se jóság. A jóságba által bevezetett gyógyszer, ez gyomoron keresztül, vagy a bőrön keresztül. Ez azért vannak olajozások, mindenféle olajok, vagy a szájon keresztül, mert át kell menni a gyomoron a gyógyszernek. Akkor ez a jóságos. Vagy a bőrön. De rögtön elkerülve az emésztési rendszer, és elkerülne bőrt, injekció, az nem jó. Oké, akkor nézzük meg a mi életnek a formáját, mint emberek vagyunk, és mindjárt én fogok kérdezni, ti mondjátok, hogy milyen kötőerő szerintetek. Ez milyen kötőerő lehet? Szenvedély. Jó. Tudatlanság. Igen, de hogyha ez még nem annyira tiszta, hogy milyen kötőerő, akkor nézzünk a következőt. Ez milyen kötőerő? Hát szerintem ez már nagyon tudatlanság. Ez már nagyon tudatlanság. Minden, ami ilyen pusztító, az minden ilyen már tudatlanság. Aki már annyira nem tud mit csinálni a testével, az már tudatlanság. A szenvedély, ez egy könnyű sminkek. Szenvedély, könnyű. De amikor már ilyen drasztikus dolgokat csinál valaki, nem tudom, ki már látta, van, mikor implantátumokat raknak ide maguknak, szarvakat, kettővel vágják a nyelvüket, az már következő élet, már most megnyilvánult. Szemet, tetoválnak a szemet, azt is láttam. Ez tudatlanság. Ja. Ez milyen kötőerő? Igen, ez a rágy, ez az a szenvedély. Igen. Ez milyen kötőerő? Ha? De ez szatva. Igen, mert a szatvába belefér, hogy mondjunk, kedvező sminkek vagy disztítések. Például csak, hogyha megnézünk az orrba valót, az orrba való nőknek, hogyha helyesen oldalon van, mondjuk bal oldalnál, ez az erényességet erősíti. Szóval nem, a védikus díszek a nőknek, az erősíti a nőiségi, nőenergiát, tiszta tudatot, adja erényességet, és így tovább, és így tovább. Szóval ez az érdekes, hogy a díszeknek van még pozitív hatása. Amikor felvesznek, még, ugye, még a karkötőknek is van. Persze ez egy esküvői dísz, ez nem kell minden nap, mert ha minden nap így próbál egy mataji kinézni, akkor este 5-re kész lesz. És ez milyen kötőerő?
Igen, ennek már nincs kötőerője. Igen. Igen, szóval így kötőerők áthatnak az egész életünket. Mit eszünk, hogyan gondolkodjuk, mit viseljünk, hogyan nézünk ki, minden, minden, minden. És ezzel, ahogy beszéltünk, következő életet is maguknak fogunk eredményezni, és a felfogásaink, hogyha tudatlanság kötőerő lesz, akkor én nem tudok semmit felfogni. A szenvedélynél ott se. A jóságban igen. Mert jóságban még egyszer, a szenvedélyben ember annyira rohan, hogy nem tud kívülről magát vizsgálni. Mi? Hát én, amit csinálok, az jó. Ő így gondolja. A jóságban ő kívülről meg tud vizsgálni magát, hogy biztos-e jó, amit én csinálok. Így kötnek meg, de akkor hogyan lehet felemelkedni a kötőerők fölött, vagy először nem felemelkedni, mert rögtön nem tudjunk felemelkedni, hanem lehetne esetleg úgy élni, hogy jóság kötőerőben legyek, vagy mindig csak keveredés lesz. És ezt most ki fogunk veletek deríteni. Szerencsére a természete kötőerőknek, ami van, hogy ők mindig egymással küzdenek. Egyszer egyik dominál, egyszer másik dominál. És amikor jóság dominál, akkor elnyomja kettő másikat. Hogyha szenvedély dominál, elnyomja kettő másikat. Hogyha dominál a tudatlanság, akkor elnyomja kettő másikat. És ez nekünk mit szól? Ez nekünk arról szól, hogyha mi tudjuk, hogyha már mozog, ez azt jelenti, hogy nem merevek, ez egy nagyon jó jel, mert hogyha én mondjuk szenvedélybe élek, és de mivel ők dinamikusok, és harcolnak egymással, akkor nekem nem kell egész életembe ebbe kötőerőbe leélni, hanem lehet változtatni. És ezért így kedvező ez a tudás, hogy ők dinamikusan harcolnak egymással. És hogyha én megtudom a trükket, hogy hogyan tudnék erősíteni megfelelő vagy kedvező kötőerőt, akkor fogok, akkor boldog leszek. Miért? Mert akkor, hogyha akarok jóságot, akkor jóság kötőerő hatását tudok magamra erősíteni, magamban, magamra a hatását, akkor meg tudok oldani az életét, már amúgy már jóságban lévő boldogságot fogok tapasztalni. És erről most megbeszéljünk, hogy ez hogy működik. A 10 kötőerőnek, vagy bocsánat, a 3 kötőerőnek van 10 közvetítője, ami által, mint a vezeték közvetíti nekünk áramot, ugyanúgy vannak ilyen vezetékek, amik kötőerők hozzánk vezetnek. És azzal tud menni keverék áramon, tud jönni szenvedély, tudatlanság vagy jóság. Ezt most fogunk beszélni. Persze először 3 fontos elv. Maga karma már eredményez nekünk egy kombináció, és melyik dominál egy kicsit, vagy nagyot. Milyen társulás, ez egy karmikus dolgok mind. Akkor karma előző életeknek eredménye, hogy ebben életben milyen kombináció kötőerők alatt vagyok, akkor akivel társulok? A társulás, ahova járok, akivel vagyok, ők, ott dominál kötőerő, és akkor én velük vagyok, ugyanaz leszek én. Mint meséltek, mi most néztünk a kameleont. Ugye, amikor amilyen színes tárgyal társult a kameleon, akkor olyan színet váltotta. Ugyanúgy, ami tudatunk, akivel társulunk, akkor azok leszünk. És nevelés.
Például, hogyha valaki nem annyira jó karmával született, de a szülei szerencsére jók voltak, meg tudnak változtatni a neveléssel a kötőerőt, az a gyerekre hatását. Jó, ez a három alap dolog, ami fontos látni. És most beszéljünk 10 közvetítőről. Az első, ez írások. Írások, könyvek, ki tud mondani, milyen könyv tartozik tudatlansághoz. Olyan könyv, ami segíti nekünk előkészíteni kábítószert, ilyen minden könyv, ami öngyilkossághoz vezet, romlani a saját egészségét, a saját életét, másoknak az életét, nagyon főleg saját, a önmérgezés, minden olyan írások, az tudatlanságba tartoznak. Milyen könyvek tartoznak szenvedélyhez? Szórakoztató, nagyon jó. Sport, igen, ilyen coachingos könyvek, ami anyagi életet akar nekünk erősíteni, rendben, és a jóságban milyen könyv tartozik? Ha? Szentírások. Nem. Egészséges életmód, tanácsok. Igen, ami, igen, természetesen, igen, egészséges, természetes életmód, egészséges életmód, igen, az, azok a könyvek, igen. És a Szentírások, Csaba, hova tartott? Nagyon jó, igen, három kötőrő nincs benne. Igen, három kötőrő erő a fölött van. És na nézzük meg! Az írásokkal kapcsolatban, hogyha én tudatosan akarok élni, akkor én tudok most választani. Hogyha én tudatlanságban lévő írást választok, akkor ez a közvetítő, mint egy vezeték, tudatlanságot fog rám közvetíteni, és akkor a tudatom degradál. Hogyha szenvedélybe, akkor az a jóság, akkor az. Vagy szentírások, akkor az transzcendentális, az még jobban emeli a tudatomat. Szóval így lehet kötőerők, ha bár kötőerők mindenkit megkötnek, de mégis, ha valaki ismeri a trükköt, hogy használva kötőerőket, hogyan tudjuk felszabadulni. Na ez az igazi művészet, életművészet. Jó, következő közvetítőm, ez az étel és a víz ide tartozik. Milyen étel tudatlanságba? Hús szenvedi, de rohadt hús. Tele van kukaccal, az már tudatlanság. Amikor már bomlik magától, az tudatlanság. Igen, minden étel, ami mérgezi a szervezetet, betegségeket okoz, betegségek okoz még nem tudatlanság, ami rohadt, nem friss, ez a tudatlanság. Ugyanakkor a víz is, hogyha vízt valaki, például fürdőszobában, mosdóban víz tudatlanságban van, nem szabad inni. Nem, az a víz, az tudatlanság. Hiába ugyanolyan víz, mint a konyhába, és ugyanonnan jön, de mivel már bement a WC-be, annak van egy tudatlanság kötőrő, akkor a víz már abban van, és akkor nem szabad ott inni, semmit csinálni. Jó, akkor milyen étel szenvedélybe van? Chips. Chips, nagyon jó. Milyen még? A szenvedély, ez fontos, miért bajba vagyunk most a világgal, és sose lesz megoldás.
Sose. Ez én mondom nektek, nem lesz rendben a világ. Igen, de mi a baj a szenvedéllyel? Tök jó, nézd. Neked mondom, gyere, élvezd meg, vedd meg, szerezd meg. Milyen jó. Tessék. Finom. Mi a probléma a szenvedéllyel? Olyan minden. Egyre több kütyű van, naponta jön új valami dolog. Hát ez a, képzeld el, végtelenségig lehet új dolgokat vásárolni. Semmi unalom. Nem, mint Indiába, amíg én néztem 200 éves bicikli, és mostani új, semmi különbség. Ugyanúgy gyártanak. Az a jóság, mert nem kellett, nem csinálni. Ugyanúgy néz ki minden. A szenvedéllyel az a probléma, hogy nincsen egyensúly, sose. Ez a probléma. És az étel, Krishna 17. fejezetben, Bhagavad Gita-ban mondja, olyan étel, ami túl, mindig valami túl, túl sós, túl csípős, túl fűszeres, szóval a szenvedélyben mindig vannak túl dolgok, nincsen egyensúly, ezért megoldhatatlan egyensúly. Nem, nincsen, nem lehet elérni. Szóval a szenvedélyben ételek, mint a chips, az biztos, hogy 3 napig eszel csak chipset, utána megérzel, hogy teljesen kijön az egyensúlyba az egészséget, és vége lesz, beteg leszel. Próbálj meg 1 hónapig. Volt, emlékeztek, volt egy ilyen dokumentumfilm, egy ember eldöntötte kísérlet kedvéért, 30 napig eszik McDonald's-t. Nem is bírta ki. Teljesen kikészült az ember. Na ez a szenvedély. A nincsen egyensúly az étellel, a folyadékokkal és a többi. Próbáljon valaki inni, nem kell kólát, elég csak egy ártatlan 7-up-ot inni minden nap, csak azt. Jó, jóságban étel. Ami mindig egyensúlyban van. Ez azt jelenti, hogyha ennivalót nézünk, azt is lehet nézni Bhagavad Gita-ba. Illatos, lédus, olajos, nem száraz, ami egészséget, hosszú életet eredményez, egyensúlyt és így tovább táplálja. Már a kinézetre is nagyon szép, örömet okoz. Ez a jóságba étel. Harmóniát okozza. Ugyanúgy a víz, és a legjóságosabb víz, ez melyik? Forrásvíz. Igen, a forrásvíz az ez a legtisztább, tiszta jóság. Igen. Nem az a tiszta jóság, ami jóság fölöttő van, mert van még egy másik, sudaszatva, hanem inkább az anyagi jóságnak a tiszta formája. Igen, és akkor beszéltük már társulásról. Társulni lehet mindenféle ilyen klubokba, ahol reggeltől estig mindenki lővébe magát kábítószerrel, akkor annak lesz eredménye. Lehet társulni olyan társulással, ahol szenvedélybe vagyunk, akkor ez vagy vannak, akkor mi is leszünk szenvedélybe. Hogyha mi válaszunk társulást, ami jóságban van, akkor hívjuk meg, vagy erősítsük magunkba a jóságot, hogy emeljen a jóság kötörő a százalékát, és hasson ránk. Akkor a hely. A hely, ahol vagyunk, Stána szintén befolyásolja. Mondjunk, minden, ami föld alatt van, az tudatlanság kötőrő. Metrók, aluljárók, lehet is érezni, főleg a nyugatiba, meg a keletibe aluljáró lehet érezni, hogy ott milyen kötőrő van, akkor szenvedély milyen kötőerő? Vagy milyen helyek vannak szenvedélybe? Ez ilyen mesterséges. Igen. Hát a beton dzsungel,
bármilyen kerületbe, bevásárló központok, plázák, ez a szenvedély. Igen, ahol nincsen egyensúly. Milyen? Boxmérkőzés? Boxmérkőzés. Ott nagyon kivernek az egyensúlyt az emberből. Az egyensúlyt. Szó szerint. Szó szerint ki tudnak verni az egyensúlyt. Igen, igen, meg a plázák. És milyen hely? Jóság. Természet. Igen. Erdő, igen, erdő, természet. Érdekes, egy másik szemszögből meg tudjunk vizsgálni még ezt a kettőt. A szenvedély, ennek még van egy külön hatása, hogy távolít embert az Isten felfogásától. A jóság közelít ember és Isten felfogásához. Például a városban, amikor vagyunk, akkor látjunk, hogy itt mindent kiteremtette az ember. Ő építette fel nekünk a gyönyörű szép panel házokat, ő építette nekünk csodálatos boltokat, jó kis ruházatot, kitől kapunk a gyártóktól, az embertől, ennivalókat, munkát kitől kapunk? Az embertől, pénzt kitől kapok? Az embertől. Szóval itt nincs Isten a városban. Minden ember. Ezért kit kell imádnod? Az embert. Kire kell szavazni? Aki többet ad neked. Ugye ez a szenvedő kötőerő. Az erdőben, vagy a természetben, amikor valaki kimegy, ő ott fog tapasztalni, hogy nem ember csinált azt a szép természetet, ezeket az illatokat, ezek a szép virágokat, fák, hegyek, és amikor kicsit megfigyel, hogy hogyan mindenki tud minden saját dolgát, az állatok, a hangyák, és ott sokkal könnyebb megérteni, hogy Isten a teremtő. Természet, mert jóság. Rögtön egy hatása, ott nem kell erőfeszítés kell, mert itt ki adja nekem boldogságot? Ember. Ki adja nekem szenvedést? Ember. Itt nincs Isten. A természetben, mikor él, mondjuk a földet műveli, és hogyha adta az Isten, akkor jó arattam, és volt szép termés. Nem adta Istent, nem volt jó termés. Ott ez. Ennyi az egész. De szenvedélyesekben ott úgyis jót aratnak, mert mindenféle mesterséges technológiával próbálnak nevelni a termést, de mivel szenvedélybe van, ezért, hogyha mi eszünk olyan termést, akkor a szenvedély kötőerőbe leszünk, és nem leszünk egészségesek, mert felborul az egyensúly a szenvedély miatt a szervezetünkbe és a tudatunkba. Így az a három hely, amiről beszéljünk, különbözik egymástól. Oké, de a templom az milyen kötőerő? Transzcendentális, igen, lelki. És képzeljétek el, a templomba nem működnek három kötőerők. Ebben az épületben nincs három kötőerő. Hát mert transzcendentális három kötőerő fölött van. Hát aki reggel mangalára jön, vagy ki próbálja mangala előtt dzsapázni, mangalán van, és utána dzsapázik mangala után, fog érezni, hogy nincsen kötőerő. Maximum, ami ahol van kötőerő, templomon belül, ez mi bennünk. De maga körülményben nincs. Transzcendentális. Idő. Idő, itt is van általában este aktív a tudatlanság. 10 óra után tudatlanság uralkodik, és aki akkor aktív, akkor erősíti tudatlanságot hatását, tudatlanságnak hatását magára. A hajnalban szatvaguna, amikor valaki kell korán, erősíti szatvának magára hatását.
Aki napközben, akkor az a szenvedély kötőerő. Hatodik, cselekvés. Cselekvés tud lenni tudatlanságban, jóságban és szenvedélyben. A tudatlanságban cselekvés, ez a céltalan. Azt sem tudom, mi a cél. Mit kell csinálnom, csak valamit csinálok. Eszek, alszok. Szenvedélyben ez, amikor önző cselekvés, motivált, és a jóságban is van motiváció, de én azért cselekszek, hogy megtisztuljak. Ugye sokszor, aki bhakti jogát elkezd gyakorolni, és akarja jó, lehet, ugyanúgy lehet tudatlanságban, hát csak megyek, el vagyok, majd. Aztán persze utána nem is abba hagyom, mert tudatlanságban gyakorolni nem fenntartható. Szenvedélybe, hogyha szerencsés, akkor tud utána túllépni, de szenvedélybe, kötőerőbe gyakorolni mondjuk bhakti jogát, hogy én akarok valamit, pénzt, férjet, feleséget és egészséget, megszabadulni szenvedéstől, ez a szenvedélybe cselekvés. De ezek a bhakti jogában eredmények automatikusan meg fognak történni, ezért nem kell. Ez a motiváció fölösleges, mert az úgyis megkapja az ember. Ezért megfelelő a motiváció bhakti jogában, az az első szint, ahol már megfelelő. Azért csinálom, hogy meg akarok tisztulni. Na, ez egy jó motiváció. Akkor a származás. Ugye, ez megint a múlt élet, ez befolyásolja a ország, a család, ahonnan származok, ez is befolyásolja. Következő a meditáció. Meditáció is tud lenni tudatlanságban, tud lenni szenvedélyben, tud lenni jóságban. Hát milyen tudatlanságban lehet meditáció? Hát ott annyira nincs is, ott az alvás. Őrület, alvás, ez a meditáció. Szenvedélybe meditáció milyen lehet? Igazából jó, lehet, hogy beszéljük, hogy mit jelent, hogy meditáció először, mert az nem mindig tiszta. Ki tud mondani, mi meditáció mit jelent? Igen. Elme összpontosítása egy bizonyos objektumra, a tárgyra. Igen, és meditálni lehet az anyagi dolgokon, anyagi vágyokon. Sok tele van ilyen szenvedés meditációval, internet, YouTube-on. Van meditáció jóságban, már csak, hogy valaki meditál, például bekapcsol ilyen erdei hangokat, és akkor így meditál erdei hangokra, az már valami jóság. Oké. De Hare Krishna mantra meditáció, hát a mantra mindjárt jön is, de meditáció Istenre, ez transzendentális. Vagy Istennek a képviselőre, mondjuk a Srila Prabhupádra, vagy a lelki tanító mesterünkre meditáció, ez is három kötőerő fölött van. Akkor a mantra. A mantra hozzátartozik az ének is. Az az ének, hogy azt mondják, hogy részeges vagyok. Ismertek? Az milyen kötőerő? Tamasz. Nagyon jó. Tamasz. Tamaguna. Az a szép, akinek a szemekék, az milyen? Ez a rágyasz, ugye? Oké. És milyen zene még lehet? Milyen jóságban lehet zene? Klasszikus zene jósághoz tartozik, nagyon jó. És transzcendentális, az már, de nem minden mantra transzcendentális, mert vannak ajurvédikus mantrák, meggyógyulni, meg mindenféle fegyver mantrák, megölni másokat. Vannak olyan mantrák, hogy kimondja egy mantrát valaki, és akkor másik ember meghal. Nem kell aggódni, ebbe
Kali Yuga, mi olyan zavartak vagyunk, hogy mi nem tudjunk úgy kimondani ezt a mantrát, hogy ártsunk másoknak, esélytelen nekünk. Erre is kell valamilyen jóság a tudatban, hogy valakinál működnek a dolgok. És a ritusok. A ritusok, a ritus tud lenni tudatlanságba, szenvedélybe, jóságba. Milyen ritus tudatlanságba van? Mondjuk. Tudatlanságban. Milyen ritus tudatlanságban? Minden. Például beszéltünk itt az állat. Ott egy ső vannak ilyen fekete mágák. Igen. Mi a vudu? Vudu. Sátánizmus, mikor keresztet fejjel lefele, és ott is kell vér, meg minden. Igen, tudatlanságban mimik. Teljesen elpusztítja a tudatot. Igen, a szenvedélyben ritusok, ez olyan ritus, hogy jöjjön a pénz, vagy egészség, vagy valami. Szóval ezek a ritusok, tudom én, amikor nekik mondanak, rossz a Szaturnusz, jó, és akkor csinál egy ilyen ritus Szaturnusszal, és akkor jó lesz. Ez szenvedélyben. A jóságban a ritusok azok, amit tisztítja a tudatot. És van a transzendentális ritusok, amit Istent elégedetté tesznek. Jó, itt megbeszéltünk röviden 3:55, és végkövetkeztetésként fogunk látni, hogy rajtunk múlik, hogy mi mit akarunk, akarunk-e kimászni az életből, mert a tudatlanság az még összehasonlítja gödörrel, amikor valaki ilyen gödörbe beesik, és nem tud kimászni. És ezért a tudatlanságban nem tud változtatni az életét. Nem tud abba hagyni a dolgokat, például valaki nem tud egyszerűen reggel felkelni. Bármit csinál, nem tud reggel felkelni. Ez a tudatlanság gödör. És hogyha valaki ezt érti, akkor mondja, én nem akarok áldozat lenni ennek a tudatlanságnak, mert ezt nagyon erősen fog. Akkor én most akarok kimászni ebből a gödörből. És akkor így mászok ki. De ebből szempontból rajtuk múlik a mi életünk, nem máson. Most már kicsit átnéztünk, hogy amiben cselekszek, eszek, hallok valamit, ahol lakok, kivel társulok, mit olvasok, ehhez tartozik, mit nézem interneten az olvasáshoz és halláshoz, akkor tudok erősíteni vagy tudatlanságot, vagy szenvedélyt, vagy jóságot. És hogyha valaki szatvagunat akar erősíteni, akkor tisztán fog látni, tisztán fog hallani. Érdekes, néha lehet látni a személyeknek a hallását, hogy nem hall. A hangukat hall, de nem megy át az információ, mert nincsen jóságban. De jóságban ember, csak jóságban lehet tisztán látni, tisztán hallani, tisztán gondolkodni, tisztán cselekedni. Tiszta lesz a tudata, és boldog lesz az ember. Szóval a többibe mit tudjuk mondani, sok sikert kívánunk. Lehet próbálkozni a többi kötőrőbe. Amikor sikerül, mi várunk kommenteket. Jó, sikerült szenvedélybe boldog lenni, teljesen kiegyensúlyozott az élet, ami már ellentmondásos. Ez szenvedély, ami sose lesz kiegyensúlyozott. Tudatlanság az még messzebb van. Szóval nem lesz annyira boldog élet. De a bhakti yoga azt mondja, fontos a jóság, de jóságot felhasználva, hogyha elérjük a jóságot, utána kerekedjünk felé.
transzcendentális szintre. Az a lényeg. Mert nem a cél élni mindig jóságba, mert a jóságban még vissza lehet csúszni. Például a jóságban van kettő dolog. Büszkeség a tudásra, és az már szenvedély. Puff! És ragaszkodás a boldogsághoz. A ragaszkodás az is szenvedély. És akkor nagyon könnyen lehet lecsúszni. A büszkeség leszel, ragaszkodsz a boldogsághoz, amit okozza természetesen a jóság, akkor lecsúsztam. És utána ott le tudod csúszni megint tudatlanságba. Ezért nem annyira garantált jó dolog, viszont arra, hogy gyorsan gyakoroljuk hatékonyan lelki életet, arra tökéletes a jóság élet, jóságból gyakorlat. Ennyi volt, még van egy kis idő, hogyha vannak kérdések. Műtéttel kapcsolatban akartam kérdezni, ott kellett szólni a végén, hogy az Ajurvédában ott van valamelyik a hét ág közül van, ami ezzel a durva műtétekkel foglalkozik. Van, igen. Tehát akkor ez nem démonikus, hanem az. De. Ajurvédának is vannak ágai, amit kettőre, a déva és a aszura. Igen. Még Ajurvéda belül is ez a kettő van. Osztó, hogy jóságos, vagy a isteni módszerek és démonikus módszerek. Igen. És valamikor kell használni. Igen. Igen. Probléma az, hogy az Ajurvédában pont ezek a részek, a írásoknak nem is maradtak meg. Nem tudjuk, hogy mi hova tartozik a műtét, de mondjuk a műtét tudomány, az én nem találkoztam még, hogy Ajurvédának ez az ága megmaradt. Mert ugye van 8 ága, és nagyon kevés, ami maradt. Igen, és akkor, hogyha Magyarországon van egy boka műtét, akkor az akkor... Akkor csináljunk. Mi most nem fogunk tudni megúszni ezeket. Tudjuk, hogy nem jó, ezért, hogyha tudjuk megelőzni dolgokat, de csak nézd meg, valakinek van vakbélgyulladás. És Ajurvéda ebben nagyon lassú. És inkább ki kell műteni, mint hogyha valaki meghal egy ilyen egyszerű dologtól, mint a vakbél. Ha, nem, mi használjunk a műtéteket, mert az élet az fontosabb, szóval nem erről mondjuk én beszéltem, hogy felkérjük mindenkit, hogy mondjunk le az orvoslástól. Nem, de csak tudjunk, hogy mivel jár, és milyen kötőerő, azt tudnunk kell. Ezért, hogyha mi maximálisan mi jóságból élünk, akkor nekünk nem kell műtétre menni. Mert arról beszéltünk elején, hogy a szatvagónában ember minden betegségtől meggyógyul. És akkor oké. Okay. De ha már baj van, akkor menjünk. Hogyha egy bakta, orvos, akkor az is fölülkerekedik ez a Hát felülkerekedik, de ő is használja. Hogyha ő egy ilyen mondjuk sebész, akkor használja ezt a démonikus módszert, mert ebbe Kali Jugában most sajnos ez a hatékony. A Ajurvédából nem maradt. Igen, hát ugyanúgy, mint a ennivaló, hogyha mi most elkezdjünk ugyanúgy gondolni ennivaló, akkor holnaptól ne együnk, még ma ebédtől. Jó, itt legalább prasádám van, de amúgy minden nagyon manipuláció, minden. De tudjunk, hogy mit teszünk, akkor legalább ajánljunk fel, hogy valahogy csökkensünk. Szóval itt most minden mérgezett. A műtétek. Az orvoslás, hát csak a gyógyszert, amit adnak, antibiotik, az gyilkos. Ez egy méreg. Jó, de valamikor nem szedsz be antibiotikumot, sose gyógyulsz meg, vagy belehalhatsz. Így van, így van. Igen, muszáj. Igen. Tudjunk, hogy hova tartozik, de az életünk fontosabb, mint egy vakon lemondani mindenről és meghalni. Az nem éri meg. Igen,
Azt szerintem, ami kérdezni gyorsan, hogy a ritusokhoz, hogy a védák, tehát nem Kali Nyugában, hanem másik korszakot ott volt, hogy állatokat is felajánlottak, csak akkor igen. Volt olyan tiszta. Igen. Pont amíg, mielőtt Úr Buddha megjelent, akkor voltak állatáldozatok, de mikor a brámanek tiszták, és ők mondanak tisztán a mantrákat ott, akkor ez az állat felszabadul az állati testtől, és következő születéskor fog kapni emberi testet. Igen, ezért ez ajánlva volt. Ezzel ellenőriztek a mantranak a működését, és segítettek az állatoknak ebből szempontból. De utána, de meg volt engedve megenő az áldozati állatnak a húsát, és ők szenvedélybe kerültek a brámanak, és már azért csinálták az áldozatokat, hogy megenjenek a húsát, ezzel a címszóval, hogy áldozat, állatnak segítünk, minden, de már nem ez volt az elmébe. És ettől beszenyeztek, nem volt tiszta a mantra, állatoknak már nem segítették, de volt egy védelem, hogy mi brámanak vagyunk, mi követjünk a Szentírásnak az előírt kötelességet, és megeszünk az állatot. Ezért utána jut Úr Buddha ezzel a feladattal, ahimsa, ne ölj. Ő leállította. És kellett jönni neki, igen, miért? Mert a brámanák, ők a tanárok a társadalomban, és neki senki nem magyarázom. Ez a lényeg. És jött Buddha, és akkor őt el tudták fogadni. Hogy nem szabad megölni állatokat. Nem kell áldozatra állatokat. Most Kali Yugában tiltva állatáldozat védákkal. Kali Yugában a védák által be van tiltva áldozat. Neked volt valami? Igen, mert ki volt? Kinek meg volt? Nem volt. Nem volt? Csak, hogy jól értettem meg, hogy gyakorlatilag akkor a metódus arra, hogy felkerekedjünk az alacsonyabb kötőerőkön, az az, hogy minden tettünket akkor így válogatjuk, vagy a tudatossággal, tehát hogy mindig akkor hát a mostban akkor mindig egy jobb verziót választunk, és akkor gyakorlatilag egy jó szokásokat kialakítunk. Így van, igen, igen. Igen, akkor hogyha én mondjuk kelek reggel jóságba, akkor amit eszek az jóságba, amit olvasok, persze mi olvasok szentírásokat, jóságba, akkor fekszek, amikor már nincsen jóság, vagy mielőtt jön a tudatlanság, fekszek, az a jó, akkor helyek, ahová látogatok a jóságba, szóval, hogyha én mindenből, amit most 10 közvetítőt néztünk, a jóságot választom, akkor engem körbevesz a jóság. És, és a tudatomba belehatol, és a tudatom is jóságba fog létezni. Igen, ez a trükk. Csaba? Hogyha ugye azt például nézem, hogyha éjszaka a tudatlanság kötelébe tevékenykedik, akkor erősödik ez a tamasz. Igen. És akkor, hogyha valaki például sürgősségén dolgozik, egy katona, akkor ott problémálódnak a visszahatások, vagy ez, hogy ez egy jó tett, ugye, segít másoknak, ez egyik bűnös tett igazából, és de viszont tett a lagunában cselekszik az ember. Katonossággal kapcsolatban a Szentírások azt mondja, hogy éjszaka nem kell, nem szabad harcolni. Ahogy lenyugszik a nap, le kell állni minden kettő háború katonaságnak, meg kell állni. Ez a szabály. És akkor ezt tudatlanságban harcolnak. Ez a probléma. Attól, hogy ők harcolnak, védi a hazájukat, mert a másik támadja éjszaka a tudatlanságban, akkor muszáj tudatlanságban védeni. Ez egy ilyen kényszerhelyzet. A sürgősségi az lehet, hogy mivel másoknak segítesz, önzetlenül nem azon meditálsz, mennyi pénz lesz belőle,
Akkor lehet egy kicsit jobb. És ha valaki egy szolgáltat, tehát vagy egy katonai szolgálatban, ugye van 24 órás szolgálat, akkor az is erősíti a talált. Igen. Pont a túlszabadnak olvastam a könyvét, amikor tudom, Bosszonytól vettem, meg ott írtam, hogy volt egy élő, akinek nem tudom, már háromszor volt szívünk fontos, és Meghalt sikeresen. Ez a tudatlanság. Igen. meg is halt, hogy Meghalt. akkor Igen. ezt mondta, hogy Igen. nagyjából már nem fog halni. Igen, nekik mondták, hogy tudatlanságban, mert éjszaka dolgozni, én múltkor csütörtökön erről beszéltem, nem? Igen, éjszaka dolgozni, és nappal, szóval mi nem vagyunk gép. A gépnek mindegy, hogyha mondjuk autó vezet, megy a motor éjszaka, és utána napközben ki van kapcsolva, neki mindegy. De nekünk, mivel a szervezetnek a működése a bioritmuson függ, mert mivel 4 óránként változik nálunk a aktivitása a szerveknek, a másik a tudatnak a pihenése múlik a holdon, szóval nekünk akkor kell pihenni, amikor aktív a hold, éjszaka. Napközben, amikor aktív a nap, a napnak az energia kényszerít embert költeni energiát, lenni aktív. És te akkor alszol rendszeresen, a végre véged lesz. A pszichika meg teljesen megzavarodik, mert hold lehűti a pszichikát, ezért éjszaka kell aludni. Szóval nem csak kötőerők vannak itt, itt vannak más törvények is. És hogyha én éjszaka alszok, amikor a hold aktív, akkor nagyon szépen regenerálódik a pszichikánk. Mert nekünk a pszichika az még fontosabb szerepet játszik, mint a szervezetünk. De ugyanakkor a szervezetnek is akkor jobban regenerálódik a szervezet, és méregtelenítés kell történjen. Hogyha én éjszaka aktív és napon alszok, sosem méregtelenít a szervezetem. Akkor jönnek a betegségek. És mivel nem vagyok ebben a ritmusban, ami adja az univerzum, akkor szívritmus zavar kezdődik. Nincs harmónia. Érted? Szóval itt nem csak kötőrök vannak, van más törvények is. Rendben, hogyha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen a figyelmet és a túlélést. Neked van még? Van még egy, most úgy gondolkodtam, hogy mind elég sok olyan dolog a társadalmunk, hoztad a példát, hogy templomban is igazából nincsen kötőrű, mert hát a szentírások, amiket olvasom, hogy még így is én érzékelem magam, hogy még így is tudok tudatlanságban, hogy tudatlanságban csinálok valamilyen lelki dolgot, akkor nem lesz ugyanolyan eredménye. A pártranszcendens és meg a templomot is tudjuk koszosan tartani, hogyha nem takarítunk, hogy így ha erről esetleg tudsz, hogy hogyan lehet, akkor az is nem Igen. tudom, én abban a kötőjében. Ez nagyon jó. Ez a kötőerő, ez ami belünk van. Ez ami mi hoztunk múlt életből. Szóval a templom transzcendentális, de belül is az kényszerít engem. Viszont a templom, mint egy transzcendentális hely, megadja ezt a kedvezőséget, hogy a mi tudatot próbáljunk csatolni a transzcendentálisra. Mert például hogyha mi most ezzel a tudattal elmegyünk a plázába lakni, akkor végképp nem tudjuk felemelkedni sose. De itt külső hatása kedvező, és ad nekem lelki erőt, hogy én változtassam, és felülkerekedjek, vagy kitisztítsam a dolgokat. És ezért, hogyha tudatos vagyok, mert jóság ez a tudatos, és akkor én még tudatos vagyok, és tudom, oké, most fekszek le, most kelek fel, ilyenkor ezt eszek, ilyenkor azt, nem megyek bele túl dolgokba, oké, este, mondjuk reggel, nap közben csinálom dolgokat, akkor mit tudom én, a szolgálatomhoz kell valamit megnézni interneten, oké, de este már nem fogok. Akkor már inkább megyek, készülök feküdni, vagy olvasom valami transzcendentális dolgot, akkor
semlegesítem a tudatomból lévő kötőerőket éjszakára, hogyha én még valami lelki dolgokat olvasok este, vagy hallgatok. Szóval így tudjunk csinálni. Szóval ami itt látjunk kötőerők, ez mi vagy, mi hozzunk be magunkkal. De a hely az tiszta. Oké. Akkor köszönjük szépen, és majd holnap folytatjunk. És Hare Krishna.